Egy nem mindennapi kiállításra invitáljuk a kedves nézőket. A debreceni Modemben megnyílt Refik Anadol török művész Rumi Dreams című kiállítása. Itt van velünk Vizi Katalin, a Modem ügyvezető igazgatója, és Kömlődi Ferenc jövőkutató, jövő és képalkotó. Jó reggelt kívánok, köszönjük szépen. Szóval azt olvastam Refik Anadolról, hogy nemzetközi szinten jegyzett művész, egy sztár alkotó. Miről szól ez a kiállítás, és hogy képzeljük ezt el? Nagyon nagy büszkeség, hogy Debrecenbe, a debreceni Modembe bemutathatunk egy ilyen művet, egy ilyen alkotó művét. Ugye Refik Anadol egy 85-ös születésű, szóval egy nagyon fiatal művészről van szó, aki az elmúlt három évben, nyilván a munkássága korábbra nyúlik vissza, de az elmúlt három évben tényleg üstökösként járja be a világ nagy intézményeit és kiállítótereit, galériáit, de nem csak művészeti intézményekhez köthető az ő munkásságának láthatósága, hiszen tavaly a Grammy Gála a színpadát is ő, az ő művészete lepte el, és például a New York-i MoMA-ban tavaly egy éven át volt látható egy műve, most pedig Debrecenben nálunk a Modemben is kiállíthatjuk össze, ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, hatalmas dolog. A 21. század azt hiszem egyik legfontosabb és legizgalmasabb kérdése az ember, technológia és művészet kapcsolata, hogyan hat ez a három principium egymásra, erre ad ő egy nagyon izgalmas választ. És ezt hogy kell elképzelnünk, amikor a művészetben megjelenik az adat, az adatalapúság, a mesterséges intelligencia? Ugye a művészetben ez már egy elég jó ideje jelen van, az adat és mesterséges intelligencia. Ugye beszélhetünk adatművészetről és a data art néven, aminek egyébként még a magyar vonatkozásai is vannak nagyon jelentősek, mert pontosan a Barabási Lab ennek a talán a Anadol mellett a legismertebb képviselője. És hát ugye itt gépi tanulás algoritmusokkal dolgozzák fel ezt a irdatlan mennyiségű adatot, és az adatot vizualizálják. Tehát például ugye a Refik Anadol kiállításához most olyan mennyiségű adat volt, hogy ami a Rumi, a 13. századi szufi mester, tehát a szufi az iszlámnak a ezoterikus ága, tehát ami a Rumiról fennmaradt, azt mindent feldolgoztak, ugye 18 nyelvre lefordították a Ruminak a műveit, verseit, filozófiai, vallási írásait, aztán ugye egy dervisrend is az ő tanításai alapján alakult, és arról a dervisrendről, a szertartásaikról videóanyagokat, zenéket, és a gép és az Anadol ezt az adatmennyiséget dolgozta fel, vizualizálta. Ugye ezt úgy képzeljük el, hogy ilyenkor az algoritmusok mintázatokat keresnek az adatokba, és ezekből a mintázatokból aztán összeáll egy mozgókép folyam. És ezt láthatjuk most a Debreceni Modern Művészeti Központban. A kiállítás az 3-án nyílt, tehát már lehetnek tapasztalatok, hogy hogy fogadják a látogatók. Szombaton nyílt a kiállítás, egy nagyon kellemes és nagyon sikeres megnyitón vagyunk túl. Én állok a kiállítótérben, ez rendszeresen szokásom, megnyitók után az első napokban, hogy érzékeljem a közönség reakcióját, és a tátott száj az, amit leginkább tapasztalok. De valóban, tehát nagyon, ez ami nagyon beszippantja a látogatót, ugye egy hatalmas 32 négyzetméteres LED falhoz nagyon közel ül a látogató, illetve egy ilyen tükörborítású padlózat előtt ül, tehát egy ilyen immerzív térré alakul tulajdonképpen mindaz, ami az ember körülveszi. Közben képeket látunk a kiállításból. Mennyire kell vagy nem kell segíteni értelmezni azt, amit látunk? Azt gondolom, hogy ez egy olyan fajta művészeti élmény, amit olyan nagyon nem kell segíteni, mert ez egy élmény alapú befogadást igényel. De mindemellett természetesen ennek nagyon mély háttere van, és nagyon technikai háttere van, amihez pedig Ferenc nyújt segítséget, mert hiszen a falakon ott olvasható minden magyarázat, ami szükséges ahhoz, hogy jobban megértse az ember, mi történik. Ezek a magyarázatok, hogy az ember minél több rétegét megértse ennek a művészetnek? Hát,
Egyrészt ugye adatművészet, másrészt, ami nagyon fontos, és Kata már mondta, az Anadó művészetével kapcsolatban az immerzió. Tehát lényegében Anadó virtuális valóság technológiák nélkül, tehát úgy, hogy a nézőnek, felhasználónak nem kell semmiféle virtuális valóság technológiát magán viselnie, úgy hoz létre egy olyan élményt, mintha mégis egy virtuális valóságban lennék. És ugye ez az immerzió. Uh-huh. És teljesen alá és belemerülünk a műalkotásba, és itt lényegében ilyen adatfolyamokat látunk, nagyon látványos adatfolyamatokat. Nagyon színes, nagyon gyönyörű formák folynak egymásból, egymásba, és mindemellett van egy nagyon élvezetes hanghatás, egy nagyon szuggesztív hanghatás, tehát hogy az ember tényleg nagyon sok érzékszerven keresztül van átmozgatva. Az előbb említette azt a szót, hogy élmény, de az az élmény nem pont ugyanaz, mint a művészet, és ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy milyen jövő vár ránk, hogyha már a művészetet megalkotását is gépekre bízzuk, mondjuk a mesterséges intelligenciára. Tehát, hogy abban hogy lesz emberi érzelem, hogy lesz az a tartalom, hogy jelenik meg, amit egy hagyományos, mondjuk így művész át akar adni az embertársainak. Úgy gondolom, hogy itt lassan már úgy a hagyományos művészet és a kortárs művészetnek ez a formája, úgy lassan eltolódunk a kortárs művészetnek ez a formája felé, és ez lesz a jövő. De egyébként a ember-gép kapcsolatról itt mindig ember áll mögötte. Tehát ez nem egy vagy-vagy jellegű dolog, hanem is-is jellegű. Tehát ember-gép együttműködésről van szó. Tehát az algoritmusokat emberek írják. És aztán a mesterséges intelligencia azon a szinten, ahol ma tart, nyilván ez még egy kezdeti szint ahhoz képest, ahova eljuthat a közeljövőbe, illetve a jövőbe, feldolgozza. Tehát egyelőre a gép, az AI azért lehet valamilyen szinten értelmes, mert irdatlan adatmennyiségen tanul. Tehát olyan adatmennyiséget képes feldolgozni, amit az ember soha, és egyre kevésbé, és pontosan ezzel adja az ember mellé azt a pluszt, ami miatt együttműködésről beszéltünk. Tehát úgy gondolom, hogy egyre több ilyen jellegű munkára számíthatunk a jövőbe, és maga a művész szerepe is átalakult. Tehát ma már egy művész lényegében mérnök is már, tehát a szoftverekhez, algoritmusokhoz kell érteni, a technológiához, tehát ilyen technológia művészet történik, és ennek a irányzatnak a Anadó az egyik legmarkánsabb képviselő. Nem véletlenül, hogy a nagy infokommunikációs cégekkel is, illetve felsőoktatási intézményekkel is együttműködik, tehát a Google-tól kezdve a Stanford Egyetemig, és ez csak két példa, de rengeteget fel lehetne sorolni. Ő egyébként az Egyesült Los Angelesbe él a 2010-es évek eleje óta, és egyébként ezt a művet kicsit ilyen unikumnak tartom az életművön belül, mert egy 13., tehát nem a mai környezetvédelmi problémákat dolgoz fel, nem a mai világnak valamelyik arcát mutatja meg, hanem összekapcsolja a 21. századi csúcstechnológiát a 13. századi szufi miszticizmussal. Ugye a szufira azt kell tudni, hogy az iszlámnak a legezoterikusabb, ugye már a buddhizmussal találkozó ága, és ennek volt az megalapítója a Rumi. És tehát a Anadol a 21. századot úgy kapcsolja össze a 13. századdal, hogy a 21. századi nézőnek tökéletes élményt Én azt hiszem, nyújtson. Hogy sikerült kedvet csinálnunk hozzá. Igen, mert nekem is egyébként nagyon egyébként érdekel, igen, hogy milyen hatással lesz rám. Szeptember 29-én látható. Szeretettel várunk mindenkit. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, hogy itt voltak.